szervezetvezetés iskolás és óvodás csoportoknak összevont lovaskutyás tábor a Misinánál. A környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet, fát ültettek Szigetváron. Szakmai bemutató, járőrkutyák és cukorágyú, jó hangulatban telt idén is a Nagykozári Polgárőrnap. Hogyan tehetjük magunkat gyógyultá? Előadás a Pécsi Polgári Szalon szervezésében. Köszöntöm nézőinket! Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Már javában zajlik az iskolás és óvodás csoportok szervezetvezetése a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél. Így már a legkisebbek is megismerkedhetnek az állatotthon érdekes lakóival. A hagyományos lovas és kutyás tábor megszűnik, de egy összevont hasonló lovaskutyás azért lesz. Két pandémiás év után úgy tűnik visszatér az élet a rendes kerékvágásba a Misinánál is, mondta Farkas Tamás, a Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. A táborokat szerencsére nyaranta meg tudták tartani, mert akkorra mindig feloldották a karantént. Idén újra tudják fogadni az iskolás és óvodás csoportokat, és szervezetvezetést tartanak nekik. Ugye nagy előny, hogy nem csak kutyák, hanem cicák, hanem rajtuk kívül nagyon sok minden mással is megismerkedhetnek. Éppen a kecskék most kerültek vissza a saját helyükre, és egy nagyon látványos történet volt, hiszen 20-25 kecskét sétáltattunk itt a telepen. Hadd mondjam, a nagyon okos állat a kecske. Ugye két hetet töltöttek biofűnyíróként egy másik területen, itt az állatmenhely területén, és két hét után is ők majdhogy nem önállóan mentek vissza helyükre, tehát tudták, hogy hol a helyük. Okos állat a kecske, és mindent megeszik. Idén 4 tábort rendez az Állatvédő Egyesület. Ezeknek a részleteiről a szervezet honlapján is lehet tájékozódni. Idén változás áll be a közkedvelt lovas és kutyás táborokban. Külön nem lesz ilyen, csak összevontan tartják meg azokat. Ennek több oka van. Egyrészt úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan kutyás gyerek volt, aki a lovakat is szerette, és viszont, illetve itt talán egy kicsit szélesebb spektrumban is megkeltetnek meg a gyerekek az állatokkal, hiszen ebbe a könyv minden belefér. A tábor során vannak kutyás foglalkozások, vannak lovas foglalkozások, van kecskesétáltatás, van díszállat bemutató, van különleges állatok bemutatója, megismerkedhetnek az itt lévő vadállatok közül azokkal, akik itt is élnek nálunk hosszú távon, például Fifivel, a vaddisznóval, tehát nagyon látványos a program. A kutyás és lovas táboroknak állatvédelmi és gyerekvédelmi okai is voltak, teszi hozzá az állatotthon vezetője. Az elmúlt években nagyon megszaporodtak a nálunk élő pit, amstaff és problémás kutyáknak a száma. A jelenleg kb. 200 kutyánból legalább 70-80 ilyen jellegű kutya, és nagyon kevés az olyan kis kutya, akit a gyereknek a kezébe tudunk adni. Pitbull tábort pedig nem szeretnénk igazából csinálni. Tehát ez az egyik oka a kutyás tábor megszűnésének, illetve egyfajta ilyen kezelésének. Ugye korábban a gyerekek végig foglalkoztak egy hétig egy-egy kutyával, most egyszer nincsen annyi kis testű kutyánk, illetve akkor ezeket a kis testű kutyákat is rögtön be lehet adni. Az állatmenhely egyben lómenhelyként is működik. Az itt élő lovak pedig már elég idősek ahhoz, hogy naponta intenzívebb igénybevételnek legyenek kitéve, amit egy gyerektábor megkíván. Az átlag életkoruk meghaladta a 20 évet. Tény, hogy a legidősebb lovunk Táncos, aki még annak idején egy pécsi állatkertből került ide hozzánk, és tavaly ment el, 30 éves volt, és volt 40 éves pónink is, tehát azért 20 év után még bőven elérdegélhetnek ezek az állatok, de azért, mert nem az a terhelés való nekik, és hát a lovainknak kb. Olyan 60-70%-ával nem is lehet úgy ráülni, hogy most órákon keresztül, ők a nyugdíjasok, élik a boldog életüket, legelnek kint a legelőn, jó, látszik is rajtuk, jó húsban vannak, illetve hát aki nincs jó húsban, annak olyan problémái vannak, aki már nem is lesz, de azért éli a boldog nyugdíjas éveket. Idén egy kíméletesebb összevont lovaskutyás tábor várható, ami naponta hazamenős. Az alsó korhatár az általános iskola első osztályát végzett gyerekek, a felső 16 év, tette hozzá Farkas Tamás, az állatotthon vezetője. Emlékfát a jövőnek címmel hirdetett videópályázatot a Királyegyházi Cementgyár. 8. osztályosoknak írták ki a versenyt, a ballagó diákok a nyertes alkotások elismeréseként facsemetéket ültettek iskolájuk udvarán. Nemrég Szigetváron került a földbe egy csemete. A Lafarge ezzel a szimbolikus díjjal kívánja elplántálni a környezetvédelem és a hosszú távú zöld gondolkodás fontosságát a fiatal generáció értékrendjében. Én nem szeretelek, és amit ki kéne dobnom, azt is szeretében gyűjtöm.
Én megpróbálom saját magamnak előállítani a termékeket, amikre szükségem van, amit pedig nem sikerül, azokból keresem a bio termékeket és magyar származásból. A szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén általános iskola 8. osztályos tanulói készítették ezt a videót a környezetvédelemről. A ballagó diákok egy pályázat részeként alkották meg a rövidfilmet. Egyre több a környezetszennyezés így a mai világban, a mi részünkről is sajnos, így nem gondolkodtunk azért annyira sokat, hogy miről is tudjunk csinálni, mert rengeteg téma van, amit fel lehetett volna dolgozni. Mi megpróbálunk minél többet tenni a környezetünkért, és hogy ne szennyezzük annyira a környezetet. Iskolájuk igazgatója stábunknak elmondta, az intézmény számára fontos a környezetvédelem. Deichlerné Könyves Ildikó a megvalósult programokról mesélt, melyek mind a tudatos életmódhoz kapcsolódnak. Az idei évben első alkalommal vettünk részt az Ökoiskola programban, ugye tavaly pályáztunk és elnyertük ezt a címet, úgyhogy mi határtalan nagy lelkesedéssel vágunk bele minden olyan új programba, minden olyan pályázatba, lehetőségbe, ahol valami újat kaphatunk, és amivel a gyerekek ugye ezt a fajta tevékenységüket tudják fejleszteni. Rengeteg mindent csinálunk az intézményben, papírgyűjtés, hulladékgyűjtési verseny, részt veszünk a Teszedd akcióban, a tartós elemeknek a gyűjtésében, tehát azt gondolom, hogy minden olyan programot megpróbálunk kihasználni, ahol a gyerekeknek a környezet tudatos magatartásával tudunk egy kicsit foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a legkisebb korban, tehát már az alsósok körében kell elkezdeni ezt a munkát, és nagyon jó, mert Szigetváron van zöld óvodánk is, ahol már az óvisok ezzel megismerkednek, úgyhogy tulajdonképpen mi egy folytatása vagyunk ennek a programsorozatnak, és nagyon remélem, hogy a mostani nyolcadikosok, azok majd a felnőtt korukban is magukkal viszik ezt a szemléletet. A Covid egy kicsit közbeszólt, mert én már 2 évvel ezelőtt szerettem volna, tehát akkor elmaradt ugye az ismert események miatt, úgyhogy pont azért kezdtük el ezt, mert úgy láttuk, hogy ezen a területen azért nagyon sokat tudtunk már fejlődni, és igazából én, mivel tanítónéniként dolgoztam, mielőtt még vezető lettem, ott az volt a jellemző, hogy hát a gyerekek másnap mesélték, hogy mi az, amit át tudtam adni anyunak, apunak, és bizony ő is otthon már úgy csinálta, ahogy itt az iskolában megtanult. Tehát ennél nagyobb siker szerintem nem kell. Az Emlékfát a jövőnek elnevezésű pályázatban is részt vett az iskola. A projektet a Lafás Cement Magyarország Kft. Királyegyházi gyára indította el néhány évvel ezelőtt. A pályaművek idei témája: mit jelent neked a környezetvédelem? A vállalat célja a fiatal generáció és általuk a helyi lakosság figyelmének felhívása a környezetvédelem fontosságára. Nagy örömömre szolgál, hogy immár a 4. fát ültethetjük el éppen itt Szigetváron, hiszen egy videópályázat keretében 8. végzős osztályoknak hoztunk fákat. Ugye a videópályázat lényege az volt, hogy a végzős diákokat kértük meg arra, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos videót állítsanak össze. Királyegyházán, Szabadszentkirályon és Szigetváron tudunk 2 fát ültetni, jelen pillanatban itt a Tinódi általános iskolában fogunk egy fát nem sokára elültetni. Nagyon örülök, hogy a diákok így érdeklődnek a környezetvédelem iránt, ez látszott is a videópályázatokból. Remélem, hogy ezt a fát is úgy fogják olyan szeretettel ápolni, mint ahogy, amilyen szeretettel mi hoztunk. Még a Királyegyházi cementgyárba fogunk ültetni ezeknek a fáinak a testvérfáit ősszel, azért, hogy a ballagó 8-osok is majd esetleg hozzánk is vissza tudnak jönni és tudnak emlékezni a diák évekre. A jelen pályázat kapcsolódik a Lafarge új globális fenntarthatósági kampányához, amelynek központi üzenete: az emberiség és a bolygó jövőjét építjük. A cég elköteleződésének alapja egy az emberek és a környezet számára is élhetőbb világ építése, egy fenntarthatóbb, okosabb és mindenki számára működő világé. Ennek megvalósítása érdekében tűzte ki célul a vállalat, hogy 2050-re elérje a nettó szénsemleges működést. Több hónapos előkészület, rendőr szakmai vezetőkkel való egyeztetések és sok játék, édesség vásárlása előzte meg Nagykozárban a polgárőrnap rendezését. A civil bűnmegelőzők pályázati forrásból finanszírozott szakmai bemutatóval tarkított rendezvényére sok család látogatott ki. A színes programok egy délutánon át kötötték le az érdeklődőket. Gyermekprogramokkal, ügyességi játékokkal és cukorágyúval indult a Nagykozári Polgárőr Egyesület szakmai és családi napja.
Az eseményt egy szakmai bemutató köré szervezték, melyben részt vállalt a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat is. Az elengedhetetlen járőrautók, járőrmotorok és más eszközök is kutyás bemutató mellett szórakoztatta a résztvevőket. A rendőrséget Dobos Anetta, pécsi gyárvárosi rendőrös parancsnoka képviselte. Nagyon színvonalasan megszervezte a polgárőrség ezt a rendezvényt, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és igazából én azt gondolom, hogy fontos, hogy polgárőrség közelítsen mindenféle téren a helyi lakosokhoz. Fuksa Ágnes, a szervező egyesület elnöke elmondta, hogy több hónapos előkészítő munka előz meg egy-egy ilyen rendezvényt. A pénzügyi forrást az Országos Polgárőr Szövetség nyújtotta azzal a céllal, hogy a polgárőrség feladatait megismertesse az egyesület településén élőkkel és a környékbeli lakossággal. Az elnöknő szerint ez sikerült is. Hát én bízom benne, hogy ezen a mai napon mindenki jó érezte magát, közelebb kerültek a lakók a polgárőrséghez, rendőrséghez, mentőkhöz, tehát az összes társszerveknek a munkája. A lakosság felé nyitás egyik módja, ha szituációt szimulálva mutatják be a jelenlévőknek, hogy mivel járhat egy polgárőr szolgálat, valamint hogy veszélyes helyzetben a polgárőr miként reagál, például egy támadásra. A valóságból átvett helyzetben három polgárőr látott el szolgálatot, amikor a rendőrség tevékenység irányító központja értesítette őket egy eltűnt személyről. Ebben az értesítésben megkapták a személy leírást és az illető esetleges felelhetőségét is. A történetben a polgárőrök megtalálják a már erősen ittas személyt, akivel nehéz kommunikálni. Jelzik ezt a rendőrség felé, miközben az illető egy késsel megsebesíti az egyik szolgálatot ellátó polgárőrt. A polgárőrök a támadót ártalmatlanná teszik, a megsebesült társuknak első segélyt nyújtanak, majd a kiérkező rendőrjárőrnek a visszatartott elkövetőt átadják. Ezt követően segítenek a helyszínre érkező mentőszolgálatnak a társuk ellátásánál. A nagykozári polgárőrök rendszeresen dolgoznak együtt a rendőrséggel. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés, stratégiai partnere a polgárőrség a rendőrségnek. Nagyon sokat segítenek nekünk, hiszen tulajdonképpen ők a szemeink, füleink, és a közös szolgálatok során pedig teljes mértékben kiegészítik a mi munkánkat és segítik a feladat végrehajtást. A tűzoltóság egy szerkocsival érkezett, melyen a gyermekeken kívül még a kicsit idősebbek is találtak érdekes eszközöket. Hogy kerül a fejedre a sisak? Bazi, a fejemre rakta. Az egyik ötletük, hogy vízzel locsolják a helyszínen a forró betont, sok gyereknek tetszett. Ez egy nagyon nagy ötlet volt ebben a melegben, nagyon fellelkesítette a gyerekeket, és nagyon jó hangulatot lett ettől. Az ilyen rendezvényen szokásos, úgynevezett drogszemüveget is kipróbálhatták a gyerekek, valamint a filmekből ismert új lenyomat rögzítés fortiai tanulhatták meg, kicsik és nagyok egyaránt. A speciális mentők biztosító kötelekkel segítették a ládamászást, hogy senki ne essen le a magasba pakolt ládaoszlopról. Egy másik részén a helyszínek pedig zsákba futó verseny közben palacsintát sütöttek a résztvevők számára. Nem az első ilyen rendezvény volt ez a nagykozári polgárőrök rendezésében. A résztvevők számát stábunk távozásakor még nem számlálták össze, de mint elmondták, minden várakozásukat felülmúlta. Erős nemzet, egészséges ország címmel előadást rendezett a Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Művészetek Házában. Az Igazság tükrében című sorozatuk alkalmával arra keresték a választ, vajon mitől beteg a magyar lakosság, hogyan tehetjük magunkat újra gyógyultá és ezáltal erős nemzetté. Sokan foglalkoznak életmód tanácsadással, sok embert érdekel is, de vajon mi az, amire leginkább figyelnünk kellene? A Pécsi Polgári Szalon Egyesület rendszeresen jelentkező az Igazság tükrében című sorozatában arra keresték a választ, mitől vagyunk betegek és mivel tehetjük magunkat egyénileg gyógyultá. Egy életvezetési szaktanácsadó vajon hogyan fog hozzá, amikor valaki felkeresi tanácsért? Én arra esküszöm, hogy mindenkinek meg kell találnia a sok-sok lehetőség közül, mert szerencsére van sok-sok lehetőség. Azt, amit ő magáénak érez elsősorban, és azt, amit ő a saját életébe be tud építeni. Én a belső gyulladások csökkentését tartom egy nagyon-nagyon fontos dolognak. Egyrészt a sejtszintű gyulladásokat, másrészt az emésztőrendszeri gyulladások csökkentését. És ezt életmóddal lehet megoldani, életmódváltással. És ebbe mindegyik benne van, ebbe benne van a lelki folyamatainknak a feltérképezése, helyrerakása, a stresszkezeléstől kezdve egy csomó minden másik, és benne van az, hogy mennyit mozgunk, hogyan alszunk, mikor alszunk, mennyit alszunk, mit eszünk, és hogy milyen táplálékkiegészítőket használunk. Igazából azt nézzük meg, hogy ő mi az, amit legelőször
be tud illeszteni, mit tud változtatni legelőször, legkönnyebben is megnézzük, hogy hogyan tudjuk felépíteni ezt az életmódváltást, hogy minden meglegyen benne, ami ahhoz szükséges, hogy az ő egészsége helyreálljon. Szói során a kommunikációt ahhoz, hogy hiteles, hatékony legyen. Telegdi Csaba életmódtanácsadó a mérésben hisz. Én abban hiszek, hogy egy embernek az egészségét arra alapozni, hogy valaki azt mondta, hogy ez működik, a másiknak nem működik. Én azt gondolom, kell egy olyan objektív mérési pont mindegyiknél, ahol tudom, hogy mi a kiinduló helyzet. Tudom, hogy az ő szervezete milyen állapotban van. Onnantól fogok tudni egy olyan tervet készíteni arra, hogy milyen változások kellnek az ő életmódjában ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ennek a kiküszöbölése, vagy csak egyszerűen jobb egészséget szeretne, vagy ha van valamilyen problémája, akkor az hogyan tud megoldódni rövidebb időn belül. Azt gondolom, hogy a saját kezünkbe kell venni a sorsunkat, és nagyon sokan próbálkoztak már nagyon sok minden, akinek valamilyen fennálló problémája van, egy autoimmun folyamat elindult nála, vagy bármi, vagy csak egy sima elhízás, hogy ennek sokan azt gondolják például az elhízás tekintetében, hogy ez egy esztétikai probléma. Én azt gondolom, egészségügyi probléma elsősorban, nyilván esztétikai probléma is lehet, mert nála olyan lelki folyamatok beindulnak, amire azt mondja, hogy én már nem érzem jól magam a bőrömbe. És innentől fogva már biztos, hogy egy olyan úton kezd el járni, ami neki nem komfortos. Én azt gondolom, ebben az esetben is az kell, hogy tudjak mérni. Ha tudok mérni, akkor tudok rá egy olyan megoldási javaslatot adni, és egy hosszú távú együttműködést. Tehát szerintem ez a legeslegfontosabb rész, hogy nincs csodabogyó, nincs egy csodamódszer. Egy kitartó, egy irányba való haladást kell megcsinálni, és kell, hogy lássam, hogy a szervezetem erre hogyan reagál. Nagyon sokáig dolgoztam edzőként, és pontosan tudom, hogy egy edzéstervet megcsinálni az nem egy nagy feladat. De jókor belenyúlni abba az edzéstervbe ahhoz, hogy amikor például beteg lesz egy versenyző, már nem tudom úgy terhelni, egészen máshogy kell, bele kell nyúlnom ebbe az edzéstervbe, ugyanez egy étrendnél is. Ha látom, hogy valamiért neki ez nem jó, változtatnom kell, és ehhez tudnom kell, hogy mit kell változtatni, ehhez kell a mérés, hogy tudjam, hogy mik azok a súlypontok, amit nekem itt figyelnem kell akkor, amikor egy változtatást eszközlök nála. Az egészséges életmód divat manapság, azonban csak tüneti kezeléseket vagyunk hajlandóak elfogadni, mondta Lengvászki Attila, a Pécsi Polgári Szalon Egyesület elnöke. Kevésbé szoktunk, mint egy társadalmi szervezet, vagy a társadalom és a nemzet problémái iránt érzékeny egyesület olyan dolgokkal foglalkozni, amely mindennek az alapja az egészségünk. És miután az egyesület elnökségének a tagja, Telegdi Csaba, ezzel a témával foglalkozik, ezt az értéket szerettük volna megmutatni. Szerettük volna megmutatni azt, hogy mitől vagyunk betegek, vagy milyen betegségek lappanganak bennünk, hogyan lehet ezt a test öngyógyító szerepével megjavítani, mint ahogy senki nem fog bennünket megsegíteni bajainkban, sem gazdasági, sem társadalmi bajainkban, mint ahogy ezt látjuk is napjainkban a kormányzati tevékenységből is, saját magunkra számíthatunk. Fáj a fejünk, gyorsan beveszünk egy fájdalomcsillapítót, magas a vérnyomásunk, gyorsan megpróbálunk egy vérnyomás csökkentővel helyreállítani egy szervezeti problémát. Valójában az okok keresése a legfontosabb, az okok megtalálása, és hogyha ez megvan, akkor módszer arra, hogy a test saját magát gyógyítsa meg. Mi ebben hiszünk. Ha egészségesek vagyunk, akkor erősek is. Ezáltal az egész nemzet erősödik. Ezért fontos, szükség esetén az életmódváltás. Ekkor elsősorban saját magunkra számíthatunk. Ezt üzente az Igazság tükrében című sorozat legutóbbi előadása. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!